Sziasztok! Na üdvözlök mindenkit a videóban, és el is mondom azt, hogy mi ez az eszeveszett ötlet, és miért vágunk ebbe bele. Hát igazából azért, mert meglett Instagramon a 100 000 követőm, amit nagyon szépen köszönök nektek, és eszméletlen hálás vagyok azoknak, akik itt vannak a kezdetektől fogva velem, azoknak is, akik útközben csatlakoztak be, és nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy tényleg meglett ez a szám, mert nagyon régi célom volt, hogy egyszer az életben meglegyen a 100 000 követő, és hát eszméletlen, hogy meglett, és el sem hiszem. Annyira felfoghatatlan az, hogy ez mekkora szám, mivel Kecskeméten, ahol születtem és ahol nagyon sokáig éltem, ott 110 ezeren laknak körülbelül, és ez majdnem annyi, sőt ugye TikTokon már 124 ezer van, szóval nagyon durva, hogy mennyien vagyunk, nagyon szeretlek titeket, és remélem, hogy ez a szám minél csak nagyobb lesz, mivel tényleg a határ csak a csillagoség, és bízom benne, hogy továbbra jövőben is olyan videókat tudok majd hozni, amik izgalmasak, és ez a szám szépen kuszik majd fölfelé. Mielőtt elindulnánk, nagyon gyorsan bemutatom, hogy miket viszek magammal. Hát először is próbáltam minél kevesebb mindent, mivel 100 000 lépést fogunk menni, ami szerintem körülbelül kicsikét több mint 70 km lesz, ami brutális távolság, szerintem nagyon fárasztó lesz, és minél kevesebb cuccot szeretnék cipelni magammal, szóval csak egy kis hátizsákot viszek. Viszek magammal pulcsét, hogyha hideg lenne, aláöltözetet, hogyha még hidegebb lenne. Azt javasolták, hogy vigyek magammal több zoknit, szóval három zoknit viszek, és a harmad és kétharmad távnál megpróbál, vagy át fogom majd venni, hogy remélem ezáltal is jobb legyen. Viszek hangszórót, hogy legyen mint szórakozni, hogyha Marcival éppen nem fogunk beszélgetni. Elraktam egy masszírozó pisztolyt, hogyha már nagyon ki lenne a lábunk, akkor át tudjuk masszírozni egymásnak. Illetve a Nagy Beni tanácsolta, mert ők ugye lesétáltak tavaly a Balatonhoz, ugyan két nap alatt, de többet, mint mi fogunk. És ő mondta azt, hogy valószínűleg jó lett volna, hogyha átmasszírozták volna a lábukat, de nem csinálták, de mi ebből igyekszünk tanulni, és akkor egy 10 000 kilométerenként szerintem majd átmasszírozzuk egymás lábát. Nagy vonalakban ennyi, de nem is húzom tovább, induljunk neki. Jön a kocsi. Jó, köszi, segített hívni. Nem tudom kivenni a zsebemből a kulcsot. Vedd már ki a száddal a zsebemből. Aha. Lekiszedett a zsebemből a kulcsot. Nem tudom fölnyitni, ez nem ilyen. Bocsi. Arci, hány óra van? Gyerekek, este 11 óra van, most indulunk el a Velencei túra. Az a nagyon kemény, hogy előbb írtam Hannának, hogy jó reggelt, este 11-kor, és kegyetlen érzés volt egyébként így 11-kor felkelni. Hát a szervezetem is azt érzi, hogy aludnom kéne, de nem baj, csináljuk. Elhagytuk Velencét, 6700 lépésnél járunk, egy óra letelt, egyelőre egyébként meg egész jó. Megvan az első 10 000 lépés, és egyébként így egyelőre nagyon élvezem, meg így tök jó este, azt mondtam előbb a Marcinak. Egyelőre egyáltalán nem fáradok, bár egy kicsit most már éhesek vagyunk, szóval eszünk egyet. És elhagytuk most már Sukorót is, szóval haladunk 1000-rel. Nem akarom elszólni, de ha így fogjuk bírni, akkor szerintem tök jó lesz, bár biztos, hogy a későbbiekben sokkal nehezebb lesz, de eddig nagy... De eddig... Eddig nagyon jó! Eddig nagyon! Mutasd meg az óránál, hogy hol járunk. Tesó, nem szabad finnyáskodni. Nem. Nem viszitek el, de most itt jövünk az országúton valószínű. Autók nem járnak, mellettünk mező, és elkezdett a kukoricázsról, nem tudom miből kijönni egy vaddisztó. Úgy összefostuk magunkat, hogy összeölelkeztünk és ordítottunk a vaddisznóra, mint valamit hülyék. Nem, de úristen, szerintem 2 percig csak ordítottunk, hogy nehogy megtámadjon minket, de a szívrohamot kaptunk, nagyon durva volt. És eddig az a vicces, hogy eddig egy 2 perc ezt, 2 perc, hát egy órája ezt mondogatott, hogy vaddisznót itt láttatok ott. Igen. Mondom, ne hozd tesó rám, mert amúgy úgyse láttam még vaddisznót, és elkezd felénk futni egy... Szóval most nem tudom, para volt. Semmi hangom nincs. Na az a helyzet, hogy megvan a 20 ezer lépés, és egyelőre még mindig a bizakodó fázisban vagyok. Még egyébként nem fáj semmim. Marci, te hogy vagy vele? Hát így nem, egy Air Force-ba kellett volna eljönnöm, egy kicsit a külső talpén nem érzem, de nem én leszek az, aki feladja ezt a játszmát. De sajnos tudja, hogy lesz. Jaj! Hú, te jó Isten, lejöttem az útra. Jaj,
Most realizáltuk, hogy már 5 órája jövünk, és igazából így hosszabb megszakítás nélkül most megálltunk elővenni egy banánt megenni, de hogy igazából úgy még nem álltunk megpihenni, és nagyon durva az, hogy 5 órája folyamatosan sétálunk. Már mondjuk maximum 3 kilométerrel ezelőtt lemaradt, szóval... Aha, igen. Hát, hogy mégse, de jól bírjuk azt gondolom. Már jön is fel a nap, és el is értük a 30 ezer lépést. Bevallom őszintén, hogy most már, hogyha megállunk, akkor kezd bizseregni a lábunk, szóval lassan be kéne iktatni egy pihenést és egy átmasszírozást, mivel jobb lett volna megelőzni a bajt, most már eléggé jön a baj. Szóval ideje a masszírozásnak és egy kis regenerációnak, hogy bírjuk az egészet. Megláttuk az első fényt az alagút végén. Oda van írva, hogy Balaton. Yeah! Mi a gond, Marci? Lesítok, ha jól, ember egy kőből ment a cipőmbe. 40 ezer lépéshez közel, de még mindig nem jött ki, amúgy csak szólok. Nem gondoltam, hogy ennyire gatya lesz, de nincs mit tenni, igazából visszafordulni nem lehet. Te hogy bírod? Az a helyzet, hogy egyre rosszabbul. Most itt menőztünk még 10 ezer lépésre, hogy tök jó bírjuk, de most úgy nagyon szélesen leülnék valahova. Meg tölteni kéne lassan az órát, szóval muszáj lesz keresni valami pihenőt, de hál' Istennek ez is csak egy ügy, hogy megálljunk pihenni. Most át kéne esni ezen a holdponton, mert most húzós. Még most volt egy videóm, amit így esőesben meg kellett vágnom, már hajnalban elkezdtem, de most fejezem be, és annyira belezombultam, meg Marci, és hogy csak itt sétáltunk egymás mellett, én vágtam a videót, hogy elfeledkeztünk, hogy már 40.800-nál járunk, szóval átléptük, és még nem is tartottuk meg azt a pihenőnket, amit már régóta tervezünk, szóval most hát tényleg nagyon valahol meg kéne állni, mert ez most már kezd sok lenni. Itt vagyunk, Szabadbattyánon, egy benzinkúton. Az a helyzet, hogy nagyon jó érzés most leülni, de ennél sokkal rosszabb lesz felkelni, és azt érzem, hogy ez most egy olyan mélypont, amiből nehéz lesz kijönni, mivel tényleg itt most megpihen a lábunk, alapvetően nagyon fáradni is kezdünk, mentálisan is egyre nehezebb ez a séta, és ez a megpihenés nem biztos, hogy hosszú távon a javunkra válik, de muszáj volt, meg fel kell egy kicsit töltődni. És az óra miatt álltunk meg, nem is miatt aki, hogy te töltözze, az óra miatt töltődünk itt. De legalább iszunk egy kávét, eszünk, és hát ha több energiánk lesz. Ne videózz meg. Ezt ne videózz, de szerintem. Most megy a videó. Hé, fölfele nézzetek már, hát onnan jön a nap! Az a helyzet, hogy túl vagyunk a felén, és az elején nagyon vártam azt, hogy elérünk a feléhez, mert azt gondoltam, hogy ha átlépjük ezt a bűvös számot, és már visszaszámolunk úgymond nem csak előrefele, akkor könnyebb lesz, de sajnos most nem érzem azt, hogy annyival könnyebb lenne. Sőt, igazából a legnagyobb baj az, hogy egyre lassabban tesszük meg a kilométereket, és amíg például az első 30 ezer, az nagyon gyorsan megvolt, most azt érezzük, hogy hát például ez a 40 és 50 ezer között, ez kifejezetten nagyon lassú volt. Szóval most vissza kéne gyorsulnunk ahhoz, hogy normálisan tudjunk haladni, mert ez a tempó kezd lassú lenni szerintem. És hogyha időben beszeretnénk fejezni, akkor vissza kell gyorsulnunk. Ja, és az is eléggé nagy probléma, hogy nem hoztunk magunkkal elég ivóvizet, mivel hoztunk magunkkal 2 kulacsot. Most az egyikkel az a baj, hogy új és műanyag íze van, a Marci meg rakott bele valami cuccot, amitől kegyetlen rossz íze lett annak is. Szóval az a kulacs, ami van nálunk, és az a víz, ami benne van, az nem valami ízletes. Illetve nagyon rég volt csap így az út mellett, ahol tudtunk volna inni. Szóval most elfogyott minden vízünk, és nagyon kéne egy kis folyadék. Érdekes egyébként, hogy mennyire változik az, hogy éppen mit érez az ember, mert most mentálisan azt érzem, hogy sokkal jobban vagyok, mint egy 5-10 ezer lépéssel ezelőtt, viszont a lábam pedig nem az, hogy kezdi feladni, mert nem, de hogy a talpam is nagyon fáj, a combom is kész van, Marcinál meg pont fordítva, neki most a lába jobb, vagy mi? Nekem most minden jó. Nekem minden jó, nem tudsz rosszat mondani. Hát akkor Marcinak meg minden jó. 12.28. 12.28 van, szóval fél egy van. Egy nagy bejelentéssel jövünk nektek. Sajnos. Nem kellett volna megállni, mert egy kicsit gatyára vágtuk magunkat. Én is Sántitok, meg Bálint is. Éppen ezért most megértem, hogy ilyet nem fogok csinálni, meg ez nem sportolhoz illik, de kiveszem a plusz 30 kilót a hátizsákomból, és felveszem most már a cipőmet, és így megyek tovább. Igen. Egyébként megálltunk tényleg pihenni így 60 ezernél,
és nagyon kemény, szóval nem kellett volna. Mindig mondják, hogy ugye nem szabad megállni futás közben sem, meg stb., mert rosszabb lesz. Eddig jót tettek a pihenők így nekünk, de ez most... Nézd meg, jót tett nekem? Szóval konkrétan bicegünk mindketten. A combnak ez melyik része? Feszítő. Feszítő, a comb feszítőm annyira durván ki van, hogy alig tudok járni, és az a rossz, hogy a szívem meg a lelkem vinne előre, meg visz is természetesen, csak most jelenleg gyökkettővel, és a lábam már nagyon durván nem bírja, szóval, hogy most ebből hogy tudunk kilendülni, és hogy érünk el a végére, mert azért még 40 ezer lépés van, ami oké, hogy kevesebb, mint a fele, de ez most nagyon kemény. És mit csíreszel? Maradj már csöndben, te is bicegsz. Hát bazdnak simán végigcsináljuk, hagyjál már. Hát olyan jót röhögtünk azon, és majdnem összeestem, hogy... Megkérdeztem Arcit, hogy mit csinálna, hogyha most jönne felénk egy vaddisznó. És ott, hogy lefeküdne, vagy lehet ide befeküdne a lucernába, és ott lopakodnánk. Az a baj, hogy olyan vagyok ilyenkor, mint egy tekebábú, szóval futhat felé igazából, csak ellök. De amúgy gondoltuk bele, hogy mekkora flash ez az egész, amikor sétálsz vagy 13 órája, és még van 10. Segítek. Szerintem annyira reményvesztettek lettünk mindketten, hogy... Te. De nem, te is. Én mitől lennék reményvesztettes? De nem, szóval hogy meg fogjuk csinálni, és végig szenvedjük, de hogy én azt nem tudom, hogy ezek a lábak engem hogy fognak beszállítani a célba. De befognak, csak nem hiszem, hogy a kitűzött idő alatt, hanem így kopra pontosan. Bár próbálunk rajta minél többet hozni, de úgy nehéz, hogyha elesek a sétálás közben. Nagyon vicces, fuss el kicsit. Add ide. Kamerát. Mutasd meg, hogy futsz őszintén. Előbb mondtam Marcinak, hogy most, ha nagyon necces, akkor az utolsó kilométert lefutjuk. És megmutattam neki, megpróbáltam izomból sprintelni. Az a baj, nem viccel, gyerekek. Gatyán van csóró. Nem tudom, mi lesz így. De soha amúgy feladni nem szabad. Mindig azt mondom. Itt következett be az a pillanat, amit nagyon sajnálok, hogy élőben nem vettem észre, mivel a mikrofonnak a kábelje tönkrement, és innentől kezdve semmilyen hangot nem vett föl. De legalább a képanyagaink megmaradtak, és így el tudom mesélni azt, hogy itt mennyire szenvedtem, azért, mivel kettő kulacsunk volt, és mind a kettő kifogyott, nem találtunk utat, ahol újra tölthettük volna, de még egy kis boltot sem, ahol vizet tudtunk volna venni. Pár ezer lépéssel később megláttunk egy községházát, ahova bekéreckedtünk, bementünk a mosdóba, megtöltöttük a kulacsokat, és végre tudtunk inni pár korty vizet. Őszintén én úgy vágtam neki ennek a túrának, hogy viszonylag sima lesz, mivel sportos vagyok, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire ki fog venni, mivel a fejem fájt, nagyon nehezen lépkedtem, az izmaim teljesen kikészültek, és a 60 ezredik lépés után minden egyes lépés a túlélésért ment. Utána a 70 ezren túlhaladtunk, viszont a 75 ezredik lépés körül volt egy olyan mélypontunk, hogy még a kamerát se volt elünk elővenni, csak lefeküdtünk a betonra, próbáltuk túlélni, és egyszerűen a pihenő után négy kézláb annyira nehéz volt feltolni magunkat a földről, hogy nem hittük el, hogy lehetünk ilyen állapotban. Mentálisan, fizikailag és testileg annyira ki voltam 80 ezer lépés körül, hogy be sem tudtam jelentkezni, abszolút abra koncentráltam, hogy minden energiám arra fókuszálódjon, hogy tovább tudjak menni, és ne adjam föl. Egy dolog viszont minden fájdalmas lépésen keresztül vitt, hogyha már eddig eljutottunk, nekikezdtünk, és már lassan 20 órán túl vagyunk, akkor nincs értelme azon gondolkodni, hogy mi lenne. Ha. Viszont szerencsére jött egy teljes átkapcsolás a fejemben 90 ezer után, ahol eldöntöttem, hogy robotüzemmódba kapcsolok, és ezt az utolsó 10%-ot úgy ledarálom, mintha nem is fájna. Na ebből az lett, hogy az órám drasztikusan merülni kezdett, és csupán pár százalékon maradt, viszont be akartam fejezni úgy, hogy egybe lássam a 100 ezer lépést kiírva a telefonomon. Ezért lepakoltam a cuccomat, és addig futottam körbe-körbe néha sprintelve a Balatonparton, amíg meg nem lett a 100 ezer lépés, és akár hiszitek, akár nem, úgy lett meg, hogy az órám 1%-on volt, és szerintem másodpercek vagy percek választhattak el attól, hogy nem merüljön le, de meg lett egybe, és megcsináltuk. Most pedig itt vagyok két nappal később, volt egy kis időm feldolgozni, és elmesélném azt, hogy most mit érzek. Hát igazából bevallom, hogy büszke vagyok magunkra, mivel ez egy emberfeletti teljesítmény volt, és abszolút nem normális, amit csináltunk. Így elsősorban mindenkit óvva intenék attól, hogy olyan meggondolatlanul menjen neki, mint mi, mivel semmi edzés és felkészülés nélkül nekivágtunk, és a fele után folyamatosan jelzett a testünk, hogy ez nem jó neki és nem akarja, de mi azért is csináltuk, ha már elindultunk, de ez nem biztos, hogy hosszú távon jó. Viszont ha azt nézzük, hogy ez mentálisan mit adott, az megint más kérdés, és akkor azt mondom, hogy nagyon megérte egy két nap távlatából, mivel nagyon rég nem hozott ki belőle milyen érzelmeket semmi, talán az exatlonos kalandba éreztem azt, hogy ennyire felerősödnek az érzelmek, és volt egy olyan része a túrának, ahol egy kicsikét majdnem, hogy elsírtam magamat, sőt, be is könnyeztem, és picikét sírtam, mivel
annyira fájt minden, és annyira nem esett jól, és közben jött egy olyan téma, ami erre még jobban ráerősített, és 2 éve nem éreztem ilyet az exatlon óta, szóval nagyon durva, hogy egy ilyen egynapos séta ezt képes volt kihozni, mint egy exatlonos több hónapos kaland. Nem beszélve arról, hogyha az ember egy ilyet teljesít, akkor jogosan teszi fel magának a kérdést, hogyha ez sikerült, akkor mi másra nem lenne képes, és ráébreszt arra, hogy tényleg nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Rendkívül jó önismeret és egy lehetőség arra, hogy eljátszunk a gondolatainkkal. Jelenleg most azt érzem, hogy semmi pénzért nem csinálnám újra, viszont azt is érzem, hogy semmi pénzért sem adnám ezt az élményt, amit átértem, mivel annyira lent és annyira fent is voltunk, és annyit hozzám tett ez az egész, hogy semmiért sem adnám, de nem mennék neki még egyszer. Viszont azt, hogy ezt most az egyszer átélhettem, ezt nektek köszönhetem, mivel nem indultam volna meg neki, hogyha nincsen meg Instagramon a 100 000 követő, mivel ez volt az ok, ami kiváltotta azt, hogy ezt most meg kell csinálnom, másképp nem jutott volna eszembe, nem mentem volna bele én idióta ötletekbe. Szóval köszönöm nektek, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy követtek és nézitek a tartalmaimat, remélem, hogy ez egy izgi videóra sikerült, nekünk biztosan, hogy az volt, és életem egyik legnehezebb 20 pár órája volt, abban biztos vagyok, de hát az ilyen élményekért élek, és biztos vagyok benne, hogy ezekre fogok emlékezni még 50 év múlva is, szóval ha van valami hasonló ötletetek, amit ti azt gondoljátok, hogy extrém és jó volna, és megérne kipróbálni, akkor írjátok meg kommentben mindenféleképpen, mert egyébként nyitott vagyok ezekre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!